köszöntöm a kedves nézőket, Lider Percek júniusi adását láthatják, hallhatják. Itt ül velem Bíró Zoltán Szatmár Líder közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője. Köszöntöm köreinkben. Zoltán, tudomásom szerint nem régen volt egy elnökségi gyűlés önöknél. Erről tudná nekünk pár szót szólni, hogy mi hangzott el ezen az ülésen, mit lehet tudni a a pályázatokról, leendő pályázatokról, jövőbeli pályázatokról, milyen pályázatokra lehet ö, pályázni, erről egy pár szóban. Én is sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, illetve a rádió hallgatóit. A hónap utolsó napján ö, került sor a Szatmári Lider Köztasznő Egyesület elnökségének ülésére, ahol született egy döntés, amit a közgyűlés utána megerősített, miszerint azt a 190 millió forint plusz fejlesztési forrást, amit két hónappal ezelőtt megítéltek a számunkra, és 2022 év végéig kell azt hogyan fogjuk majd a következő időszakban kipályáztatni az érdeklődők részére és az a döntés született, hogy két pályázat fog megjelenni hamarosan, még július hónapban a térségünkben is többek között, hiszen ez egy központi felhívás, csak minden egyes líder hozzáteszi a, a sajátosságait. Tehát visszatérve erre a központi felhívásra, vagy kettőre pontosabban, az egyik az a civil szervezetek és az önkormányzatok részére lesz meghirdetve, ez egy kisebb kerettel került megállapításra, itt 60 millió forint a keretösszeg, és gyakorlatilag az önkormányzatok és a civil szervezetek egy 3 és 15 millió forint közötti támogatást igényelhetnek, 95%-os támogatás intenzitás mellett. A támogatás gyakorlatilag hasonló, mint az előző években, felhasználható eszközbeszerzésre, de épületek felújítására, bővítésére, korszerűsítésére is. Gyakorlatilag ez a 2018-ban meghirdetett pályázatoknak a második fordulója, hogyha ha lehet így fogalmazni. A másik pályázat pedig a nagyobb keretösszeggel meghirdetésre kerülő vállalkozókat, megcélzó pályázat, hiszen ugye fontos a kormányzat tekintet, vagy kormányzat szempontjából is, és többször el is hangzik a a médiában a gazdaságnak az újraindítása, és gyakorlatilag ezért döntöttünk mi is úgy, hogy a fejlesztési forrásnak a nagyobbik részét azt a vállalkozások fogják kapni. Itt 8 millió forintra lehet maximálisan pályázni, és ha valaki nem vállal foglalkoztatás, hanem csak szeretné megvalósítani az elképzelését, akkor itt 60%-os támogatással tud majd számolni. Ha valaki viszont úgy gondolja, hogy tudna és szeretne is foglalkoztatni munkavállalót, akkor az ő támogatás intenzitása 75%-os lehet. Gyakorlatilag itt is ugyanúgy, mint a tavalyi, illetve az azt megelőző körökben, ugyanúgy eszközbeszerzésre, gépekbeszerzésre, erőgépek beszerzésére, eszközökön kívül egyébként ugye ingatlan felújításra, bővítésre, megújuló energiának a hasznosítására is lehet pályázni. Azt, hogy konkrétan mikor fog megjelenni a felhívás, ez még nem dölt el, hiszen az irányítóhatóság ugye folyamatosan dolgozza fel a liderek által beérkezett igényeket, illetve projektterveket, és hogyha a szükséges minőség átmegy, a két pályázat utána fog tudni majd megjelenni. Nyilván erről mindenkit fogunk majd tájékoztatni, akár így a Liderpercek adás keretében, akár a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is. Ezeknek a pályázatoknak a forrásairól, hogy a keretösszegeket honnan kapják önök, és illetve kitől lehet kapni, lehet -e tudni erről valamit? Igen, a Vidékfejlesztési programon belül különítettek el gyakorlatilag a 2007-es, illetve az azt követő időszakban is folyamatosan bizonyos forrásokat. Most ez a forrás került gyakorlatilag átdolgozásra és megemelésre, hiszen a 14-20-as időszak ugye az gyakorlatilag véget ért, viszont van egy két év átmeneti időszak, ez a 21 és 22-es év, és azok a fejlesztési források, amik gyakorlatilag még bent ragadhattak a rendszerben, mert valaki nem tudta megvalósítani a pályázatát, visszamondta, vagy levonásra kerültek összegek, gyakorlatilag ezek kerülnek majd újra kipályáztatásra országos szinten, és ez a 190 millió forintos keret, ez gyakorlatilag ebből adódik. Tavaly januári pályázatok elbírálása, illetve kiértékelése milyen ütemben zajlik, mit lehet erről tudni, akik esetleg pályáztak tavaly is, Pályázhatnak-e idén, van-e valami megkülönböztetés, vagy hogy rosszabb esélyekkel indulnak, jobb esélyekkel indulnak erről. Pár szót tudná a kedves nézőknek mondani. Igen, a 2020. januárjában lehetett beadni a második ö, kört azoknak a vállalkozásoknak, akik szerettek volna hozzánk pályázni, tehát gyakorlatilag ezeknek a második körös pályázatoknak az elbírálása, kiértékelése az folyamatban van, és szintén még július hónapban meg fog történni a pályázóknak a kiértesítése erről, hogy, vagy arról, hogy támogatásban részesültek-e, vagy esetleg volt valamilyen probléma, és emiatt a kéremük elutasításra kerül. Most mi úgy látjuk, hogy van annyi fejlesztési forrásunk, hogy azok a pályázók, akik magas pontszámot tudtak elérni, mert adott pontok mellett az üzleti terben tudtak még plusz pontokat hozni, azok jó eséllyel támogatásban fognak részesülni. Visszatérve a kérdésedre, hogy akik már az elmúlt időszakban nyújtottak be hozzánk pályázatot és részesültek támogatásban, most az új harmadik szakaszban pályázhatnak-e? A válaszunk az igen. Annyi, hogy a központi felhívás alapján is még egyszer mondom, ezt nem a szatmárlíder gondolta ki és tette bele a felhívásba, hanem az irányító hatóság részéről, a minisztérium részéről került bele. Tehát azok, akik már korábban pályáztak és támogatásban nyertek, azok pont hátránnyal indulnak azokhoz képest, akik újként szeretnének részt venni ebben a pályázati rendszerben. Nyilván, ha jól emlékszem, ez, ez öt pontot jelent, tehát azt egyéb más feltételek mellett lehet hozni, tehát nem beszélnék rá senkit, aki már korábban pályázott, hogy ezt most újra megtegye nálunk. Zoltán, köszönöm szépen a tájékoztatást. Tisztelt nézőink, a Lider Percek júniusi adását láthatták. Köszönöm szépen a lehetőséget.